Az 1993-ban alakult társaság kizárólag üveges zöldség-gyümölcs konzerv gyártásával foglalkozik, az elmúlt években több mint 2 milliárd forintot fordított beruházásokra. A jelenlegi projektben egy Európában is egyedülálló konzervgyártási technológiát fejlesztett ki és alkalmaz, valamint az ehhez kapcsolódó építési beruházásokat, a gyártócsarnok bővítését is elvégezte. A fejlesztéssel a cég indulásakor még évi 6-8 millió üveges gyártókapacitást mára 25-28 millió üvegre emelték. Nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk a mai napon, amikor is egy szinte lehet mondani teljes technológiaváltást sikerült megvalósítani a 2015-ben benyújtott kutatásfejlesztési innovációs pályázatunk eredményeként, melyet a bírálóhatóság megfelelőnek értékelt, és így ezt a beruházást meg tudtuk valósítani. Ezáltal szinte egyedülálló módon olyan technológiával állítjuk elő termékeinket, amely lehető legjobban megőrzi a feldolgozott nyersanyagok ízvilágát, jellemzőit, ezáltal a késztermék, amelyet a kedves fogyasztóink, kedves vásárlóink fogyasztanak, olyan minőségűvé válik, amellyel hosszú távon stabilizálhatjuk piaci jelenlétünket. A gyártáshoz elengedhetetlen a környékbeli beszállítók és gazdák segítsége, mivel a társaság évente 9,5-12 millió tonna közötti nyersanyagot dolgoz fel. Csakuborka fronton ugye 500 beszállító őstermelő az, akinek a termékét feldolgozzák itt Máriapócson, míg más gyümölcs és zöldségkonzervek tekintetében pedig további 2000 őstermelőnek, gazdálkodónak nyújt felvevő piacot a konzervgyár. Ilyen formán a megyében mintegy 2500 gazdálkodó, mondhatnám azt, hogy család él meg innen a Gloster Kft. Jóvoltából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új kormány megbízottja köszöntő beszédében a magyar élelmiszeripari termékeket érintő élelmiszergazdasági stratégiáról beszélt, amely lehetővé teszi, hogy friss, finom, egészséges és minőségi termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. Magyarországnak elkészült a Nemzeti Élelmiszerfejlesztési Stratégiája, amely azt tartalmazza, hogy a fő célként, hogy az emberek asztalára minél több egészséges, biztonságos és hazai élelmiszer kerüljön. Ez a beruházás azért nagyon fontos, mert ennek a három feltételnek egyaránt megfelel. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően itt egészséges, biztonságos, hazai élelmiszerek kerülnek előállításra, és mi bízunk benne, hogy ennek a gazdaságfejlesztő hatása is meg fog jelenni. Nyilvánvalóan a cél az, hogy az élelmiszereket minél jobb minőségben, minél jobban feldolgozva tudjuk értékesíteni. Ez az egész mezőgazdaság számára egy nagyon fontos húzóerőt jelent. Nekünk pedig itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol nagyon kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezünk, külön fontos, hogy amit itt helyben megtermelünk, azt itt helyben a megyében, az itteni munkaerő bevonásával, itteni emberek munkájával dolgozzuk föl. Ha az élelmiszeripari szektorban is egyre komolyabb gondokat okoz a munkaerőhiány, amelynek ellensúlyozására nem régiben indult egy kormányzati támogatást is élvező munkaerőpiaci projekt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mondta a rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke. Egyre több termelőtől, gyártulajdonostól, termelési egységek vezetőitől hallani ezt a problémát. A megyei munkahelyi paktum egy lehetőség, amivel a cégek élhetnek, hiszen több mint 7 milliárd forint áll rendelkezésükre munkaerő képzésre, átképzésre, illetve a munkaerőpiacra történő bevezetésre embereknek, foglalkoztatási csoportoknak. Én bízom benne, hogy ezt a paktumot olyan módon tudjuk végrehajtani, fejleszteni a cégekkel együttműködve, hiszen az ő segítségük is kell ebben, hogy milyen fajta képzéseket indítsunk el, milyen tartalommal, sajátos tematikával is lehet egyébként ezeket a képzéseket indítani, amelyek révén minél több ember tudunk visszacsábítani a munkaerővilágába. A fejlesztés a konzervek töltési, mérési, tömörítési és hőkezelési technológiáját forradalmasítja. A gyártósoron gyakorlatilag emberi kéz érintése nélkül készülnek például az üveges megybefőttek vagy a csemegeuborka konzervek. A beruházás kutatás fejlesztési részére 41, az eszközbeszerzésekre 815, az infrastruktúrális beruházásokra pedig 440 millió forintot fordított a Gloster Kft., amely a projekt segítségével 78 munkahelyet őrzött meg és további 8 újat létesített.